A rendezvényen a jelenlévők megtudhatták, hogyan érdemes új kertet kialakítani, vagy a meglévőt átrendezni a természettel együttműködve, valamint, hogy miért fontos a komposztálás, a víztakarékos öntözés. A szakember a környezetbarát és könnyed kertészkedést szeretné népszerűsíteni. Legyen is szép a kert, legyen viszonylag kicsi az ökológiai lábnyoma, sőt, legyen pluszos, tehát ez azt jelenti, hogy víztakarékosan öntözök, megfelelő növényeket ültetek, kevés egynyárit, vagy minimálisat, tehát minél pluszosabb legyen az a kert, hiszen rengeteg negatív példát is lehet látni, sajnos a Facebookon is. Különösen terjednek ezek a telekavicsozott kertek, egy-egy modernnek mondott kert, amikor egy-egy nyílt hamis ciprus van, és se rovar, se méhecske, se semmi nem érzi ott jól magát, sőt, hát én mindig azt szoktam az ilyen kerttulajdonosoknak mondani, hogy egy ilyen nyáron, mint ami most is volt, hogy próbáljanak meg kiülni abba a kavicsba, és megint ott egy fröccsöt vagy bármit, hát szerintem 5 perc után menekül el mindenki. Én azért azt szeretném, vagy az én kertemben is azon, aki akár ellátogat, hogy mindenki ledobja a cipőjét, és mezítláb szaladgál a füvön, vagy mi is leülünk a teraszon, és élvezzük a madárcsicsergést, a rovarokat. A kertész Angliában bővítette tudását, mely mérföldkő volt az életében. Az itt szerzett tapasztalatoknak köszönhetően hazai körülmények között alakította ki saját kertjét a Pilisben. Az erről készült fotók bemutatásával osztotta meg a tapasztalatait. Többi között azt is, hogy az úgynevezett cottage garden bátran vegyíthető az olaszos stílusú elrendezéssel. Ez egy kis titkos hátsó kertrész, mert ugyan picike a kert, de ez is szobákra van felosztva. Tehát ezt is érdemes úgy alkalmazni, hogy ne legyen egyből átlátható a kert. Akinek mondjuk nincs szép panorámája, ott aztán abszolút lehet több szobára felosztani, úgy, mint a lakás. Egyik szobából megyünk a másikba, és akár különböző stílusokba is ki lehet alakítani. Nálam a panoráma miatt ezt nem akartam eltakarni, úgyhogy nekem csak a kert végébe alakítottam ki egy ilyen titkos sarkot, egy ilyen kis más stílusút, ez ilyen olaszosnak szoktuk mondani, hát jó, kicsit nagy zoló, de mondjuk az a kis kerti falikút és a kis fémszékek, meg az oszlopos növények itt mondjuk pár szimmetrikusan vannak elrendezve, tehát egy kicsit más stílusban van, mint az előző nagyon buja cottage garden. Egy-egy ilyen kis szobát érdemes elrejteni a kert végébe, vagy a ház mögé, tehát hogy legyen egy ilyen plusz show elem azért a kertben, és itt is minimális teendő van, tehát a cserepes növényekben mondjuk ott is megy az öntöző, vagy ha nincs, meg kellene öntözni, de egész évben ezzel nincs teendő, tehát most még akarnék, se tudnék dolgozni. Szomorú Miklós megnyugtatta a hallgatóságot, hogy az aszályos nyár mellett a leghidegebb téli időjárástól sem kell megriadni. És hát azért még szerencsére van havunk is, ami nagyon jó, ha esik, hiszen akkor védi a füvet is az átfagyástól, védi a talajt is az átfagyástól, de pont tavaly csináltam egy videót, hogy miközben ilyen mínusz 11-12 fok volt, kimentem a haszonkert egy részébe, ahol nincs bemulcsozva, és ott kőkeményre, ilyenre át volt fagyva a talaj, tehát egy kőkemény kopogott, és oda mentem a mulcsozott részhez, elhúztam a mulcsot, és alatta bizony egyáltalán nem volt átfagyva, simán kézzel bele lehetett nyúlnom. Tehát ez fagyvédelemre is nagyszerű. Tehát ugye gyomok ellen jó, talajjavítás, a vizet jobban megtartja, tehát csak nem kell gyomlálni, tehát nem lehet elegét kihangsúlyozni, mennyire jó hatása van, tehát ez kihagyhatatlan, csak meg kell szokni, hogy nincs agyon kitakarítva az a kert. Tehát azt először lehet nehéz lesz odadobni a nyersedéket és otthagyni, de bizony tényleg nagyon-nagyon jó hatása van. Az előadáson elhangzott, hogy a növények mellett az állatok is nélkülözhetetlen és hasznos tagjai az életközösségnek. Minél több rovarunk van, madarunk van, azért is nagyon sok madáritatón van, madár etetőim is vannak, madár odúk is vannak, tehát ez is tényleg nagyon fontos, mert ha ott kap ételt, kap italt, kap szállást, akkor miért menne messzebb és nekem dolgozik. Tehát ez nagyon jó kis összhangot tud kialakítani. Szomorú Miklós felhívta a figyelmet arra is, érdemes szem előtt tartani, hogy mind az 5 érzékszervre hatással legyen a kert. Ne csak szép legyen, hanem akár lehessen enni belőle. Tehát nekem is vannak rengeteg málnám, van ribizlim, van mézalmácska, fanyarka, de akár ugye ehető virágok, és nagyon finom a begónia, nem tudom, hogy ettek-e már begóniát, nagyon finom, érdemes megkóstolni, de ugyanígy a sarkantyúvirág, vagy az árvácska, a hemerokalisz, ugye a sáslilium, ez mind ehető akár salátákban, de így magában is nagyon finomak, tehát én is sokszor van, hogy megyek, és csak így eszegetem a virágokat, tehát ezt is bátran lehet.
akkor érdemes a hangokra is figyelni, hiszen ugye, ahogy fújja a szél mondjuk a füvet, nagyon sok fűfélén van, az is a jövő kertészkedése. Mindezek figyelembevételével a munka mellett jó eséllyel válik szórakoztatóvá is a kertészkedés. Az érdeklődők az eseményen díjmentesen vehettek részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színházterme adott otthont az előadásnak.